Köszöntjük Verép Tamás színész énekest, aki az Aranybulla című történelmi sorozatban a törvényalkotó fiatal második Andrást alakítja. Szia, jó estét! Szennyi Most jó estet, estet, ezeket a meg. nagyon látványos Igen. képsorokat, és már elárultad nekünk még az adás előtt, hogy mert te is láttál azért valamit Bizony. a kész sorozatból. Neked hogy tetszett? Hát nekem nagyon, én imádom. Én imádom. Most azért is pillantottam ide oldalit, a kisképernyőn néztem. Hát nem tudom nem megnézni az a helyzet. A... Csodálatos látvány, szerintem sok és irigykedik most ezért a szerepért. Hát nagyon remélem, adat. hogy így van. Ez, ez nagyon jó érzés. Uh, második Andrást alakítom ebben a filmben, a fiatal második Andrást, aki, uh, aki nem egy, nem egy, egyszerű, nem egy ilyen lineáris karakter, aki, aki jó vagy rossz, vagy, vagy ilyen, ilyen nemes király, hanem, hanem egy abszolút egy embert próbáltunk megformálni ebből a, ebből a második Andrásból. Mi volt számodra a fontos a karakterében, túl azon, hogy egy sok rétű figuráról van szó? Um, az én felkészülésemben nagyon fontos rész volt az, hogy például fizikálisan is helyt kellett állnom ehhez a szerephez, például vívó leckéket vettünk, tehát vív, vívni jártunk a Törőcsik franciskában, volt egy nagyon élménydús forgatási napunk, amikor a, a, két karakter megvív egymással. Ő az az alakítja a, a Gertrudot, csak azért, van, hogy valaki... A második András későbbi feleségét, és az ő első találkozásuk, a, egyébként hát nyilván a könyvek szerint, vagy hát így a történetek szerint valóban így volt, hogy egy, 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 egy ilyen vívás alkalmával találkoztak ők az életben először, és, és például Gertrude sem egy, egy olyan karakter, nyilván ezt a Franciska jobban el tudná mondani, de ő sem egy olyan karakter, aki, aki egy ilyen szép királynő, aki csak Igen, tudom, volt, eldobja a zsebkendőjét, és, és, majd valaki felveszi neki, hanem, hanem egy, egy nagyon kemény nő, és, és ők ott, ott tényleg egymásnak feszülnek, és például ez a forgatásnak egy nagyon izgalmas helyzet volt nekünk, mert, Általában ugye ezeket kaszkadőrök végzik. Tehát a színész is megtanulja, nyilván ö, megtanul vívni a karddal, amit itt már kiszúrtak. Igen, itt meg is a a forgatásról. Azért éppenséggel nem ezzel a karddal vívtunk, mert nyilván ezekkel nem szabad egymásnak esni, mert nyilván nagyon veszélyes, hanem vívó kardokkal, de hogy például, hogyha megfog valaki egy ilyen kardot, ez, hogy az eredeti kard. Ez egy eredeti kard, kard, teljes hiteles másolata egy ilyennek, és súlyban mindenben abszolút megegyezik. Akkor nem lehetett könnyű forgatni? Tehát nem volt könnyű forgatni effektíven, meg hát a filmet sem volt könnyű így forgatni. Igen. és képzeljétek el, hogy végül, hála Istennek, mi nagyon örültünk neked, Franciska, hogy nem volt szükség a kaszkadőrök segítségére ilyen téren, hanem mi magunk vagyunk láthatóak majd a, a, a filmképkockákon. Mesélj még egy kicsit azért ilyen kulisszatitkokat, mert olyan élvezettel hallgatjuk szerintem, hogy még milyen izgalmas helyszíneken és helyzetekben forgat el, ami nagyon emlékezetes a számodra. Nagyon nehéz lenne visszaidéznem, hogy kb. 20 forgatási napon volt a legkülönfélébb tájakon, tehát tényleg gyönyörű helyszíneken jártunk, de talán a leg. A leg szebb része az egésznek az volt, így, így az első ilyen felnőtt filmszerepemet ö, ö, tekintve, hogy rögtön egy olyan helyzettel találtam szembe magam, ahol ugye parókát kaptam, de nyilván nem a saját hajamat használtuk, ugye egy hosszú göndör ö, parókát kaptam, illetve szakállat, és olyan ruhákat, amik ö, jó pár réteg volt, amiben nagyon sokszor ugye a csata szerepet kapott egy rendes lovagi páncél, egy ilyen láncos lovagi páncél, ami azért szerintem egy ilyen 20-25 kiló volt körülbelül. Mm. Tehát egy forgatási napon egy ilyen 25-30 kilóval több bet kellett a testünkön viselni, ez egy nagyon izgalmas helyzet volt, hogy ezt mondjuk 12 órán keresztül, hogy viseli az ember, tehát egy, most képzeljétek el egy ebédszünetet mondjuk, amikor már 6 órája forgatsz, és akkor leülsz végre, és még ülni is nehéz benne, szóval nagyon szép élmény volt, és hát nevettünk is, hogy a kollégákkal, meg a a rendezővel, meg a Csincsi Zoltán operatőrrel, hogy, hogy milyen érdekes, hogy a következő szerepek, hogyha lesz, remélem lesz még filmszerep, akkor, akkor az már talán egyre könnyebb és könnyebb lesz, mert a szerep sorját Rögtön a legnehezebbek <laughs> <egyszerűen> akkor, ha igen. Még azt mondd el, azt mondhat, hogy te leszel, vagy te vagy a fiatal második András, akkor ki lesz, ha megöregszik második András? A, úgy szabad mondanom, hogy a, a, a nemesebb, a, me, a, nemeskorú második András pedig Tria Zsolt alakítja, ami azért volt nagyon érdekes, hogy mi soha nem találkoztunk, mi nem dolgoztunk még ezelőtt a produkció előtt együtt. Egy De most azért össze kellett hangolódnotok nektek is, nem? Hogy azért te hogy alakítod a fiatal karaktert? Igen, mert ez egy, egy egységet tovább. képez az, hogy miből Abszolút. mi lesz, kiből ki lesz. Ez egy nagyon különleges jelenet, egyébként nem akarom spoilerezni, majd nyilván kiderül a, a tévéképernyő, meg a moziban, de nagyon izgalmas képileg, ahogy például a, a, két karakter, illetve az egy karakter, a két színész ugye egybeolvad az egyik jelenetben. Uh, nyilván nekünk erre külön kellett készülnünk, én nagyon uh, szerettem volna sokat beszélgetni például Zsoltal, hogy, hogy, hogy halljam ugye, hogy ő hogyan formálja a szavakat. Bizonyos jeleneteket láttam is vele egyébként, úgyhogy ez, ez nehézséget nem okozott, de nagyon különleges helyzet volt. Egyébként megmutatott neked valamit ennek a filmnek a forgatása abból a történelmi korszakból, tehát visszahozott valamit, amit esetleg mondjuk nem a történelem könyvek lapjairól <tansz> tanultál meg erről? <tansz> Én nagyon szerencsés ember vagyok, mert nagyon sok jó színház és főszerepet eljátszhattam már zenész színházban, viszont ez volt az első olyan szerep, ami, ami, ami ilyen történelmi korú, tehát tényleg egy ö, jó persze Mozartot is lehet történelmi kornak nevezni, de vagy Puskás Ferencet, de nyilván azért egy ilyen egy, egy magyar királyt eljátszani, ez egy nagyon, tehát egy óriási nagy lehetőség és egy, egy nagyon szép teher az ember vállán, és bevalom, hogy én nem voltam azért olyan jó gyerek gimnáziumban, meg általános hogy, hogy mindig annyira nagyon figyeljek a történelem órán, de ez az egyik kedvenc korszakom volt, és tényleg a rendező és a, a, az egész háttércsapat csapat nagyon felkészült volt az egész forgatáson. Tehát bármilyen kérdésünk volt, tényleg a, a kellékektől a jelmezeken át, a, a dialógusokig, mindenben nagyon felkészülten és nagyon segítőkészen tudtak nekünk. Tudjuk, ugye már az István a királyról beszélgettünk sokszor itt, hogy a koppánykultuszt, az István a király kultuszt azért valamilyen szinten a Rokoperának köszönhetjük. Szerinted itt második Andrásról milyen kép fog kialakulni a sorozat, illetve a, a mozifilm után? Tehát mi az, amit alapvetően röviden egy eszenciaként kapunk róla. Ezt még én sem kaptam meg, ezt az eszenciát, hiszen még ugye nem láttam egyben a sorozatot, meg a filmverziót. Én nagyon bízom benne, hogy egy, egy, egy ehhez hasonló, tehát az István a királyhoz hasonló, ikonikus, unikális dolog született. Szerintem ehhez minden adott, és most 2022-ben, lassan 2023-ban már elengedhetetlen, hogy tényleg egy ilyen trónokharca minőségű <laughs> képi világgal jelentkezzen egy ilyen film is, mint az Aranyból, és ez szerintem abszolút adott. Ez az előzetes le. alapján nagyon úgy néz ki, Igéretes. hogy ez ígéretes. Nagyon szépen köszönöm, Bárjuk. hogy itt voltál. Én is köszönöm. Boldog karácsonyt kívánok. Nektek is, mindenkinek köszönöm szépen.